miatt nem már nagy igaz. Istennek
szeretetből lehetősége van arra, hogy nekünk örök életet ajándékozzon a mennyben. Forduljunk testvéreink Urunkhoz, az élők és holtak Istenéhez, hogy hallgassa meg kéréseinket. Add meg, Urunk, Erdő Miklós testvérünknek bűnei bocsánatát, és vezess elő Törökországokban. Fogadd magadhoz, Urunk, a hozzád megtérő bűnösöket, és légy velük irgalmas az ítélet napján. Add, Urunk, hogy a téged nem ismerünk, kegyelmedből hitre jussanak, és egykor helyet kapjanak dicsőséged országában. Táplálj minket, Urunk, szent igéddel, és erősíts szentségeid vétele által, hogy mindenkor szeretetedben élhessünk. Add, Urunk, hogy az utolsó ítéleten nyugodt lélekkel állhassunk szent színed elé. Urunk Istenünk, mivel Te meghallgatod a benned bízó kérését, néped örökké magasztal Téged, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Imádkozzatok testvéreink, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Isten előtt. Urunk Istenünk, könyörülj gyermekeden, akiért ezt az engesztelő áldozatot felajánljuk, hogyha hozzátapad is a bűnnek valami foltja, vagy ránezett is az emberi gyarlóság terhe, kegyes jóságodban bocsáss meg neki, és töröld el vétkeit, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek! Emeljük föl szívünket! Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek! Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus, a mi Urunk által. A boldog feltámadás reménye benne ragyogott föl nékünk, és így bár megszomorít a halál kényszere, az ígért örök élet megvigasztal minket. Mert híveit élete Urunk megváltozik, de meg nem szűnik. És amikor halandó testünk enyészetnek indul, lelkünket a mennyben örök otthon várja. Ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónokról álló hatalmas égi szellemek és minden zsenének a mennyben, a te dicsőséget érünk szerzetni, és velük együtt végén.
Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségét. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szentítva, áldat hirdetjük, és elhagyjuk a támadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked Istenünk az élet kenyerét és az üdvösség kenyerét. És hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk. Gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülnek. Viseld szíved Urunk egyházad sorsát az egész Urunk. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel, segédpüspökeivel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhúzott testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látásával. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő édesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, de részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljuk téged, Jézus Krisztus, Te fiad által. Ő általa, ő vele, és ő benne, a tiéd, mindenható Atyaisten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Most felállva úgy imádkozzunk el, hogy Krisztus testvérünk lelki közösségéért, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi Atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Urunk Jézus Krisztus, Te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mindörökkön, örökké. Amen. A
Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk. Thank you.
Kérünk mindenható Istenünk, hogy gyermekedet, aki elköltözött ebből a világból, tisztítsa meg ez a szent áldozat, és oldozza fel bűneitől, hogy a feltámadás örömére jusson Krisztus, a mi Úrunk által. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, mondjuk áldást az Úrnak. Isten legyen. Testvérünktől, családja, barátai következő gondolatokkal, sorokkal búcsúznak. Deák Miklós Gábor, a Miki emlékére gondolatok. Nagyszerű és csodálatos volt az, amikor az új nemzedék szülőteinek szülei reményekkel és tervekkel családalapításba kezdtek. Annak a generációnak volt a szülötte 1949-ben, az egy év múlva született testvérével Ákossal, akik a feldúlt Európa és országok ébredezésének kezdetét láthatták, miközben felnőtté váltak. A 7. kerület és a Rózsák tere különös sajátos világ volt akkortájt, akik gyermekként mindennapjaikat megélték és rácsodálkoztak időnként egy finom kalácsra, meleg tűzhelyre, ahol még gyümölcs is jutott néha apján az asztalra. Így volt ez Deák családban is. Szorgalmas polgári család gyermekeiként élték életüket családi melegségben, szeretetben. Fiatal évei alatt Rózsák terén töltötte szabad idejét, a többi hasonló korú sráccal tervezgették a jövőt, és készültek a nagy életre a fiúkkal a téren. Az évtizedek elteltével néhányan közülük igazi barátsággá is elmélyült. Fontos szerepet játszott ez az időszak Miki személyiségének és értékrendjének kialakulásában. A korai gyermek éveknek azonban családfő nélkül maradtak, édesapjuk váratlan halála után. Ez a sajnálatos esemény új irányt adott gondolatainak. Mikire hárult a szakiskola elvégzését követően a család fenntartó szerep, mert az állandóan dolgozó édesanyja keresete nem volt elegendő, hogy minél jobb életkörülményeket biztosítson a család számára. Ekkor már érzékelhető volt, hogy személyisége, szorgalma, ötletei mindig egyedülállóak és újszerűek. Emellett a zene iránt érzett vonzalma és szentimentális lelkülete is jellemezve. A vendéglátóiparban sikeres munkájával, ahogy teltek az évek, szerteáldozó kapcsolatokra tett szert. Ha csak az kerül említésre, hogy Royal, Halász bástya, pozsonyi söröző, Ócsa, Randevú, Margit híd, Víg Presszó, a jelenlévő többsége tudja, mit jelentett számára. Fiatalon házasságot kötött, amelyből rövidesen megszületett Barbara lánya, akit imádva, szeretve, mindent megadva nevelt. Habár ez a házasság nem volt hosszú, hamar megszakadt. Annak ellenére, hogy lánya külföldre távozott, a lehető legszorosabb érzelmi kapcsolatot tartották fel. Szeretett testvére Ákos is már fiatalon a távoli Amerikában kereste álmainak és élete megvalósításának lehetőségeit. Lehet távolságban állni a és testvérével Ákossal, csak szorosabban tűzhet összetartozásokat. Nap mint nap beszéltek egymással a mindennapok nehézségeiről, örömökről, és segítették egymást, ahogy csak lehetőségük volt. Igazán összefogottak testben és életben egyaránt. Rendszeresen személyesen is találkoztak,
személyisége, humoros történeteivel mindenhol a társaság középpontja volt. Dinamikus életvitelével kiterjedt baráti és ismerősei körében meghatározó egyéniség volt. Mindig megújulni vágyó gondolatai és cselekedetei magánéletének a kialakításában is jelentős szerepet játszott. Állandóan kereste a boldogságot és élete párját, de néhány év elteltével jött rá, mégsem az igazit találta meg. Több próbálkozást követően már megnyugodni látszott élete választottjával, aki fiúgyermekkel ajándékozta meg őt, akit szintén Deák Miklósként látta meg a napvilágot. Nagy örömmel és szeretettel nevelte a kis Mikit, és szeretett volna mindent látni neki, amit az eddig élete és tapasztalatai alapján megszerzett. Sajnos azonban nyugtalan lelke és vibráló folyton újabb kereső személyisége ismét más irányt keresett, és elvált a kultúrmájára, Mátitól. Ennek ellenére természetesen legteljesebb mértékben igyekezett gondoskodni fiának boldogulására, és a szívében kiemelkedő helyet kapott a kis Miki legközvetlenebb szerettei között. Ekközben a művészi és média világ kihívásai a nagy álom megvalósítását tették lehetővé. A zenei és művész világba belépve különleges érzéke és szorgalma révén sikeres lett. Saját ötletéből létrehozta a Rákóczi hanglemez kiadót, az AirVision produkciós irodát. Önálló vállalkozásaival, valamint a szatellit televízió producereként ismerté vált, és olyan hazai előadó művészeknek szerzett szakmai pályafutás országos és nemzetközi szinten, akik még a mai napig is hálások ezért. Nagy büszkeség volt ez számára. Elismerése és tisztelete adóztak az érintettek és a művész társadalom barátai, ismerősei egyaránt áldozatos, elkötelezett munkájáért. A vidám, zajos társasági élet középpontjában élve, a mindennapi örömök hajszolása azonban nem maradt jobb nélkül. Kapta a jelzéseket, hogy jobban oda kellene figyelnie, és egy kicsit visszafogottabban kellene alakítani az életvitelét. A sok munka, a stressz, az idegeskedés felőrölt erejét. Közben az évek is teltek múltak, és külső körülmények is jelentősen megváltoztak. Ebben az új környezetben, a kialakuló új világban nem igazán találta helyét, és egészségének a megromlása csak súlyosbította a helyzetét. Megnehezítve ezzel a megfelelő válaszok és cselekedetek megtalálását, hogy is tudja ezt elfogadni? Szeretett édesanyja elvesztése is megviselte lelkét. Utóbbi években egyre romló állapota, csak elhatalmasodó betegségek romboló hatása következtében úgy gondolta, teljesen lehetetlen már a hátralévő évek elfogadható minőségben történő megélése. Sokat vívódott, hogy mit is kellene tennie, hogy újra felépüljön. Testvére, gyermekei, közeli barátai legnagyobb igyekezet ellenére sem tudtak aggódó szeretők mellett segíteni, mert ehhez a legfontosabb az lett volna, hogy Miki is akarja a gyógyulás. Ezt az állapotot határozott kissé önfejű természete nem tudta elviselni, és lélekben már többször is feladta. Felőrölt erejét, a kilátásának tűnő harc és az elkeseredett tehetetlenség. Szép csendben otthonában 2017. december 22-én a reggeli elfogyasztását követően örök álomra szendelült, és már nem volt válasz a barátja kérdésére, Miki, figyelj! Eltávozott a teste közülünk oda, amit annyiszor említett utóbbi időben. Kell, legyen egy ország odafent. Személyiségére talán a legjellemzőbb, hogy ehhez is azt fűzte hozzá, nem tudom, hogy tényleg van-e oda fent, de hogy igény lenne rá, az biztos. Ez volt ő. Fájó szívvel, szeretettel és soha el nem múló hálával búcsúzik tőle. Testvére Ákos. Ákos gyermekei Viktória és Maximilian.
gyermekeink Barbara és Miki. Azok, akik életének egy részét párkapcsolatban összekötve boldog éveket töltött együtt. Különösen azok, akik gyermekekkel ajándékozták meg, Zsuzsa és Márti. Közeli és távol a családtagjai, barátai, a fiúk a térből, a teljesség igénye nélkül, Béci, Tacsi, Misi, Géza, Dobrovolszki, Laci, Gyuszi, Józsa. Azok, akik az említetteken kívül jelen van, és azok, akik már nincsenek köztünk. Ismerősei, kollégái, akik szerették, ismerték és megbecsülték. Sőn, Lajos, Lali, aki az utolsó nehéz években is naponta figyelt rá, és sok közös emlék visszaidézése mellett segítségére volt az utolsó percig. Fájó és szomorú szívvel és köszönettel búcsúzik, aki talán legközelebb állt hozzá a barátok közül az elmúlt 53 évben, Süttő Zoli a térről, talán több is volt, mint barát. Mit él 68 évet, emlékét örökké megőrizzük, mindig velük maradt. Tájékoztatású életem a kedves testvéreknek, Miki utolsó útjára történő elkísérése holnap szerdán 7-én 12 órakor történik a Mezőszentgyörgyi temetőben, ahol édesanyja mellé helyezik el a hamvait tartalmazó urnát. Testvéreim, amikor az emberi testnek hívő lélekkel megadjuk a végtisztességet, bizalommal kérjük Istent, az élet urát, hogy elhúgy testvérünket, akit erőtlenséggel temetünk majd el, erőben támassza fel, és állítsa őt megdicsőült szentjei sorába. Miután megszabadult a halál gyötrelmeitől, és elnyerte bűnei bocsánatát, irgalmazzon neki az ítélet napján. Fogadja őt szeretetében a mennyei atya, menje várjára, hogy hazatér bárányát Jézus a jobbásztól, és a Szentlélek örök szeretetében örvendjen az el nem múló boldogságnak és a szeretet társaságnak. Miklós testvérünk lelkét, aki elköltözött ebből a világból. Emberi gyarmatosságból elkövetett bűneit töröld el jogságosan, és bocsásd őt a szent színed látására, Krisztus, a mi úrunk által. Adj, Uram, örök nyugodalmat neki, és az örök világosság fényeskedjék neki. Nyugodjék, majd békességben. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.